A Balaton-Füredi helyen átlagban 25-30 kutya várja, hogy szerető gazdit találjon. Addig is, amíg ez bekövetkezik, sok önkéntes segíti a menhely működését, a kutyák gondozását, a kenelek takarítását is beleértve. A december 7 én nyílt napon ennél is több jutott az árva kutyusoknak. A fürediek jó tábor, rengeteg tápot, melegtakarót kaptak, sőt egy rövid sétára is elmehettek az alkalmi gazdikkal. Az ilyen alkalmak több célt is szolgálnak. A legfontosabb célja az az örökbefogadás népszerűsítése, úgy gondolom, hogy ez a talán a legfontosabb. Emellett a helyi lakosok, legfőképp a diákok rávilágítása a felelős állattartásra, illetve ezáltal, hogy a gyerekek ide kilátogatnak, kicsit megismerik a menhely feladatait, és arra ösztönözzük őket, hogy szabadidejükbe is, ha van kedvük, jöjjenek ki hozzánk. Um, jó program az, amit elindítottak már, hogy a gimnáziumokban uh, tanulóknak uh, kötelező az önkéntes munka. Nálunk is többen vannak már, akik uh, itt töltik a, az óráikat. A közösségi média által nagyon sok adomány érkezik most már hozzánk. Legfőképp táp, konzerv, de bolha kullancs elleni írtószerekre is uh, szükségünk van. Igazi összefogás, azt mondhatom, hogy évről évre egyre többen látogatnak ki. Uh, szeretik, uh, szeretik az állatokat, és azt látom, hogy uh, egyre többen fogadnak örökbe. Ami nagyon jó hír, uh, nem csak itt Balatonfüreden, de az országban is. Uh, nagyon népszerű ilyenkor uh, kutyát uh, ajándékozni karácsonykor, de gondoljuk át. Tehát nagyon nagy felelősség, és uh, én azt tanácsolom minden szülőnek, hogy uh, ha minden adott uh, körülmény megvan ahhoz, hogy kutyát tar 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 tarthassanak, akkor uh, én a menhelyt uh, menhelyeket... Uh, Ajánlom, hiszen ez mindenkinek jó, a menhelyi kutyáknak, hogy végre ö, kiszabadulnak a, a kenelek közül, és a családnak is, hiszen egy nagyon szerethető kutyát kapnak. Én nekem is menhelyről van kutyám, és, ö, és azt mondhatom, hogy igazi hűtársa lesz az embernek. A Balatonfüredi Ebben helybár az országos átlaghoz képest jónak számít, a fejlesztés és modernizálás nem váradhat tovább magára. Az elképzelések már megvannak, hogyan javulhatnak a kutyák körülményei. Készülnek tervek arról, hogy egy új gyepmesteri telep és menhely épül, ugyanitt a parkon belül. Ezzel, még, ezzel kapcsolatban még polgármester úrral egyeztetünk, de a tervek már elkészültek. Úgyhogy bízunk benne, hogy a jövő évben felépül egy új, 21. századnak megfelelő gyepmesteri telep és menhely. A menhelyi kutyusok izgatottan figyelték, mi is történik körülöttük. Láthatóan élvezték az emberek törődését. Egy kutya olyan szerencsés volt, hogy őt haza is vitték, új otthonra lelt. A többi pedig továbbra is várja a felelős, jó szívű gazdik jelentkezését.